A zoolingvisztika az állatnyelvek kutatásával és az állati beszédek logikájának feltárásával foglalkozó tudomány. Sajátosságával adódóan nem tekinthető sem az etológia, sem a lingvisztika részének. Az etológia kutatási módszerei és a kutatási adatok feldolgozásának módszerei nem alkalmazhatók állatnyelvek feltárása során és más emberi tulajdonságokat igényel a kutatóktól az állatnyelv kutatás, mint az etológiai kutatás. Az etológusok megismételhető, ellenőrizhető, sokszámú kutatás adatai statisztika feldolgozásával jutnak szignifikáns eredményekhez. Kutatásaik végzéséhez nem szükséges mélyebb érzelmi kapcsolat az állatokkal. Az állatok a kutatás tárgyát képezik. Az etológiai kutatások végzéséhez az átlagos emberi tulajdonságok elégségesek. Az emberek zöme zajnak veszi a macskák nyávogását, kutyák ugatását, libák gágogását, egyáltalán az állatok minden vokális megnyilvánulását, és képtelen központi hallását ráirányítani ezekre a hangokra. Képtelen az állat beszédre, mint értelmet hordozó hangokra figyelni. Közöttük különbséget tud tenni, mint a zajoknál általában, csak hangmagasságok és hangosságuk szerint. Az embernek központi és periférikus hallása van. Központi hallással azt halljuk, amire figyelünk, periferikussal pedig a környezet zaját. Ha a zajban valami felkelti figyelmünket, ráirányítjuk központi hallásunkat, és akkor meg tudjuk érteni, meg tudjuk jegyezni, és reprodukálni is tudjuk azt, amit hallottunk. A gyorsabb figyelmű emberek gyorsabban állnak át a periférikus hallásról a központira. Az állatok figyelme gyorsabb és hallása jobb, intelligensebb, mint az embereké. Az állatvilágban még működő ragadozó préda viszonyban sikeresebb a jobb hallással és gyorsabb figyelemmel rendelkező. Így a természetes kiválasztódás mechanizmusa fenntartja az állatok jó és intelligens hallását. Ebből adódóan az állatok gyorsabban és halkabban beszélhetnek, mint az ember. Az állatnyelvkutatással csak az foglalkozhat, kinek nincs gátlása, hogy elfogadja az állatok beszédét értelmes beszédnek, és rá tudja irányítani központi hallását a hangjukra. És az, kinek figyelme az emberi átlagnál gyorsabb, vagyis megközelíti az állatok figyelmének sebességét. Megjegyzem, minden ember figyelmek különböző gyakorlatokkal fejleszthető, sebessége növelhető. Minden állatfajtának van hangos, vokális megnyilvánulása, ezt nevezhetjük vokalizálásnak. Ez szólhat a párjuknak, saját falkájuk egyedeinek, a fajtársaknak, de a konkurens fajták egyedeinek is. Egyes fajoknál, mint például a kutyáknál, a vokalizálásnak nagy szerepe van. A vokalizálás hangjainak is van jelentése. Például a kutyaugatás hang, a wow, azt jelenti gyere ide. A macskák a kedvenc kutyát, akivel jóban vannak, wow-nak hívják. Ezen kívül halk vokális megnyilvánulása is van minden állatfajtának. Ezt beszédnek nevezhetjük, mert ugyanazt a szerepet játsza, mint a beszéd az emberi közösségekben. Az állatok beszédük tartalmát titkolják a konkurens pároktól, csoportoktól, fajoktól, ezért igyekeznek egymás között minél gyorsabban és halkabban beszélni. Az állatok egymás közötti beszédét lehet felvételezni, de mivel nagyon halk, a felvételről nagyon nehéz beazonosítani a kimondott szavakat. Ha a felvételen a szavak kivehetők is, jelentésüket pontosan megfejteni szinte lehetetlen, mivel nem látjuk, nem érezzük a helyzetet, amelyikben történt a felvételezés. Az állatok az embertől is titkolják beszédük tárgyát, de a nyelvüket is. Tapasztalatom szerint erős tabu működik az állati társadalmakban, miszerint nyelvük titokban tartása kötelező. Gyakran, ha ismeretlen állathoz saját nyelvén szólok, elkezdi rázni a füleit, mintha azt akarná mondani, ezt nem hallottam, ezt nem hallottam.
ha az állattal bizalomban, közelségben élünk, mintha fajtársak lennénk, a tabu tiltó ereje kezd csökkenni. Az állat megtanulja a mi nyelvünket, így elfogadja, mi is megtanulhatjuk az ő nyelvét. Az állatok idővel rájönnek, a mi hallásunk gyengébb, mint az övéké, és mind hangosabban és lassabban beszélnek hozzánk. Szóval az állatnyelv kutatónak nem csak szeretni kell az állatot, hanem vállalni az együttlétet, közös életet velük, ami nagyfokú türelmet és tapintatosságot igényel. Csak így alakulhatnak ki olyan helyzetek, amelyekben le lehet következtetni a hallott szó értelmét, jelentését. Minden egy kicsit is fontosnak tűnő helyzetet lejegyeztem, de ezek nem alkalmasak statisztikai feldolgozásra, nem megismételhetők, nem szignifikánsok. Az állatnyelv kutatást nem tekinthető a lingvisztika részének sem, mivel az állatok és az ember nyelve nem, vagy csak nagyon kis részben hasonlítható össze. Kezdetben komoly gondot okozott a felfedezésem, hogy az állatok egy szó alatt több különböző dolgot is érthetnek. Évekig azt hittem, tévedek, a szavak értelme meghatározásában. Amíg egy helyzetből nem jöttem rá, hogy az állatok beszédének teljesen más a logikája, mint az embereké. Ők, amikor beszélnek egymással, mindig mindannyian ugyanabban a helyzetben vannak, és pontosan tudják, abban a helyzetben a szó melyik értelme az aktuális. Például a macska szó, eo, különböző helyzetben jelentheti gyere ki, kimenni, gyere le, lemenni, vedd le, levenni, vegyél le. Az emberi nyelvnek nagyon precíznek kell lenni, mivel a szövegírója és olvasója legtöbbször nincsenek ugyanabban a helyzetben, és az olvasó nem tud következtetni a szavak és az egész szöveg értelmével kapcsolatban. Az állatcsemeték rögtön a születésük után már beszélnek. Például a kis cicák első héten 5 szót használnak. Iu, anya, segítség. Má, szeretni, szeretlek, kérlek. Já, szia, itt vagyok. Meő, evés, éhes vagyok. E, igen, ez, te. Egy hónapos korukban az általam ismert 50 szavukból 30-ra reagáltak. Az embercsemeték babanyelve hasonlítható az állatnyelvekhez. Az emberek által beszélt nyelvek tanultak. Egyes emberi nyelveket több száz vagy már több ezer éve tanulmányozzák. Ennek az eredménye a lingvisztika fejlettsége és a nyelvek precíz megfogalmazott grammatikája. Az állatnyelvkutatónak az állatok szavait kell lejegyezni, azok értelmét felfedezni, megfejteni és beszédük logikáját feltárni. Ez teljesen eltér a mai lingvisztika feladataitól. Az állatnyelvkutatás és az állati beszéd logikának feltárása, mint különálló tudomány legalkalmasabb elnevezése szerintem a zoolingvisztika lehet. A zoolingvisztika gyorsan fog fejlődni, amikor már általánosan elfogadott tény lesz, hogy az állatok beszéde értelmes és érthető. Egyes emberek kíváncsisága rá fogja irányítani központi hallásukat kedvencük hangjára, különbséget tudnak majd tenni az állatok szavai között, és megtanulják kiejteni kedvencük szavait. Így a házi állatok nyelvének ismerete gyorsan fog gyarapodni. Az igazi, komoly kihívást a vadállatok nyelvének beszédének feltárása fogja jelenteni.